A Helsinki Bizottság szerint az államfő által kiírt október 12-i választás nem lesz legitim. Ezt a jogvédők az Alkotmánybíróság döntéséből vezetik le. A többséghez tartozó bírók is úgy látják, nem szolgálja a stabilitást, ha a többség egy évvel a választást megelőzően hozzányúl az alapvető szabályokhoz. A Helsinki Bizottság szerint az Alkotmánybíróság a határozatát nem az alaptörvényből vezette le. Az Alkotmánybíróság nem az egész törvényt, hanem csak bizonyos passzusokat mondott alaptörvényellenesnek. Nem volt arra indítvány, hogy a választások előtt túl hamar, tehát a választásokhoz túl közeli időpontban kerül sor a módosítás, és ez is alkotmányellenes szerintük. A helsinki jogásza szerint ezen múlt a döntés és végső soron a választás. Csak ha lett volna ilyen indítvány és egy párhuzamos véleményt adó a három bíró közül, alkotmányellenesnek mondhatta volna ki a szabályozást. Ahogy egyikük Stumpf István indokol, az garantálná leginkább a választási rendszer stabilitását, ha az ezt érvényesítő szabályok, például, hogy egy évvel a választás előtt tiltott a módosítás, az alaptörvényben kifejezetten rögzítésre kerülne. Ehhez csatlakozott két másik Fidesz által jelölt bíró, Szalai Péter és Szívos Mária is. A kisebbségben maradtak közül a legkarakteresebb ér Bragyova Andrássé. A fővárosi közgyűlés, ahogyan e törvényhelyek alapján létrejön, sem nem választott, sem nem fővárosi. A bíró úgy látta, nem választás ugyanis az, ahol nincsenek jelöltek a közgyűlésbe. Az Alkotmánybíróság konszenzussal bírónak jelölt elnöke külön véleményben leteremti a testület többségét. A jelen ügy nem egyszerűen alapjogi kérdést érint, hanem a demokrácia alapját jelentő választáshoz való jogot. Ezért az Alkotmánybíróságnak különös felelősséggel, az alkotmányos szempontok kizárólagos érvényesítésével kellett volna döntenie, írja. A döntés után hatályban maradt szabályok szerint lefolytathatóak. A választás formálisan alkotmányos lesz, de a jogász szerint jelzésértékű, hogy Pacolai Péter elnök szerint tartalmi értelemben viszont nem. És ez a választás legitimitását kérdőjelezi meg. A határozat a logika nyilvánvaló szabályával is ellenkezik. A bírák ugyanis elismerték, sérti a választójog egyenlőségét, ha egyes választókerületek lakosságszáma között kétszeres eltérés jön létre, ezt követően viszont az ötszörös eltérést engedő szabályozást rendben lévőnek találták. Arról egy hang nem szól ebben a határozatban, hogy miért lenne ez a korlátozás szükséges, az előzőekben elmondottak szerint, és milyen arányossági mérlegelés folytatott le az Alkotmánybíróság. Ergo nem az alaptörvényt alkalmazta, amikor meghozta ezt a határozatot. Az Alkotmánybíróság ugyanis, bár ezt az alaptörvény kötelezővé teszi a jogalkotónak, mégsem mondja meg indoklásában, milyen másik alapvető jog vagy alkotmányos érték miatt fogadható el mégis, hogy a választójog egyenlőségét a parlamenti többség korlátozta.